A Keppel művelet. Egy eltűnt személy keresése hamar gyilkossági nyomozásba váltott, amikor vért találtak a nő lakásában. Gyanúsított van, holttest nincs. Mi történt? Hol van a bizonyíték? És vajon a tudomány döntő szerepet tud-e vállalni az ügy megoldásában? Egy bűnügyi helyszín, egy megoldásra váró rejtély. Detektív regény, szétszóródott nyomokkal, amit csak az okos nyomozói munka és a tudomány ereje képes összerakni. Keppel hadművelet. Hamilton külvárosi utcáin az egyik lakó egy elhagyottnak látszó autót vizsgál. Feltűnt nekik, mert furcsán állt. Nem volt bezárva, és amikor benéztek, úgy érezték, valami nincs rendben, ezért hívták a rendőrséget. Nem jelentették, hogy a kocsit ellopták volna, de a bejegyzett tulajdonos, Carmen Thomas nem ment el a gyerekért az iskolába, és másnap bejelentették, hogy eltűnt. Az, ahogy a kocsit ott hagyták Hamiltonban, és a tény, hogy Carmen nem ment el a gyerekért, arra utalt, hogy valami nincs rendben. Mark Benefield nyomozó azonnal érezte, hogy ez nem egy egyszerű eltűnés lesz. Volt egy megérzésem, olyan, mint egy hatodik érzék. Ez a sok éves tapasztalattal alakul ki. Azonnal éreztem, hogy ezzel az üggyel sürgősen foglalkoznunk kell. A rendőrség bejárta a környéket, remélve, hogy információkhoz jutnak az eltűnéssel kapcsolatban. Tanúkat kerestünk, akik láthatták, amikor itt hagyták a kocsit. Vagy bármit a kocsi körül. Tudni akartuk, hogy mikor vették észre a kocsit. Mindenkit kikérdeztünk az utcán. Kerestünk valakit, aki látott valamit. A kocsit elvitték Oaklandbe, ahol a szakértők megvizsgálták, hogy kiderítsék, mi történt a tulajdonosával. Arra utaló nyomokat kerestünk, hogy bűncselekmény történt a kocsiban. A kocsiban olyan dolgokat találtunk, amik bármelyikünk kocsiában ott vannak, kivéve, hogy hátul találtunk egy telepakolt bőröndöt is. Mindent egyenként megvizsgáltunk, ami benne volt. Két darabon vérnyomokat találtunk. Mindkettőnél Miss Thomas DNS-ét találtuk meg. A saját vére volt a saját ruháin, de nem tudtuk, hogy a vérnek köze lehet-e az eltűnéséhez. A kocsi különböző részeiről is DNS mintákat vettek, hogy kiderítsék, más is vezette-e a kocsit abban az időszakban. Nem kaptunk használható eredményt, erre nem találtunk választ. A kesztyűtartóban viszont volt valami, ami elvezethetett az utolsó két emberhez, akik utoljára látták Carment. Két jegyzet volt, különböző kontextussal, de volt köztük kapcsolat. A kapcsolat Carmen foglalkozása volt. Az egyik egy kifizetendő tartozásról szólt. Ahogy megtaláltuk, aki a jegyzetet írta, utána néztünk, és ki is kérdeztük. És ő mindent elmondott róla, amit tudnunk kellett. Az üzenet szerint tartozott egy eszkort ügynökség vezetőjének. A másik egy boríték volt, benne pénzzel. Ez arra utalt, hogy pénzt kapott a szolgálataiért. A címzett neve Misty. Mint kiderült, Misty volt Carmen álneve a munkahelyén. Ott ezen a néven ismerték. Akkor azt hittük, hogy dolgozni ment Hamiltonba, vagy kifizették neki, amit kértek tőle. Misty volt Carmen álneve a szexiparban. A nyomozóknak ki kellett deríteniük, ki írta rá a nevét a pénzes borítékra. Megkaptuk a borítékot, és mintákat vettünk róla, hogy megtaláljuk azt, aki a kocsiba tette. Az egyik minta részleges DNS profil tartalmazott. Ez Miss Thomasé volt. De volt még egy nyom. Az más valakié volt. De nem volt elég, hogy használható eredményt kapjunk. Ez
És az új lenyomatok hiánya arra utalt, hogy bárki is írt a borítékra, kesztyűt viselt. Carmen egy oaklandi lakásban élt a kisfiával, akinek a felügyeleti jogán volt élettársával Brett Callahannel osztozott. Ő jelentette be az eltűnését is. Brad építőmérnök volt, dolgozott és együtt élt a 7 hónapos terhes élettársával. Általában véve szimpatikus fiatalember volt, rendezett életkörülményekkel. Carmen eltűnése után a kisfia most teljesen Brad felügyelete alá került. A nyomozás következő lépése Carmen lakásának átkutatása volt. A törvényszéki szakértők megkezdték a vizsgálatot. Az eltűnt személyek utáni kutatásoknál ellentmondásokat keresünk az életvitelben. Van-e olyan, aminek nem kellene ott lennie? Semmi oda nem illő nem volt a lakásban. Megnéztük a szobákat is. Ott sem volt semmi rendkívüli, de a fürdőben rengeteg vérnyom volt. Csupa olyan, aminek nem kellene ott lennie egy eltűnt személy utáni nyomozásban. Vérfoltok voltak a mosdókagyló elején, és vizes vérfoltok a pulton a kagyló mellett. A zuhanyfülkében úgy derékmagasságban vizes vérfoltokat találtunk, szétfröcskölve. Mintha valaki kinyitotta volna a csapot, hogy lemosson egy véres tárgyat. Megnéztük a bejárati ajtót is, ami egy kis konyhába vezet, és a mosógépen is vércseppeket találtunk a padló közelében. Ezek igen apró cseppek voltak, és ahhoz, hogy a vér ilyen apró cseppekben spricceljen fel, ahhoz nagy erővel kell lesújtani a vérzés forrására. Voltak vérfoltok a bejárati ajtó szélén is, de akkor még nem tudtuk, hogy ugyanabban a támadásban került-e oda, mert bár közel voltak egymáshoz, teljesen külön voltak. Mindegyik területről mintát vettek és elküldték DNS vizsgálatra. Nyilvánvaló volt, hogy valami baljóslatú dolog történt. Ütésből származó vérspritz volt a konyha padlóján, és bizonyítékot találtunk rá, hogy megpróbálták kitakarítani a fürdőt, tehát ezek elég sötét képet festettek az ügyről. Ez arra utalt, hogy történt valami. Nagyon aggódtam Carmen testi épsége miatt. Hogy jobban megértsem a vérnyomok elemzését, és hogy ebből a szakértők hogyan állapítják meg, hogy mi történt, elmegyek a Környezettudományi Intézet oaklandi laborjába. A vér nagyon különleges folyadék. Amikor oxigénnel érintkezik, azonnal alvadni kezd. Ebben egészen eltér a többi folyadéktól. Most állati vért használunk. 3 különböző vérnyom van. Az egyik a passzív, amikor csak a gravitáció hat rá. Ha a vér egy fegyverről cseppen le és leesik a padlóra, az egy passzív vércsepp. Általában kerek és tömör, és nincs farka. A fröccsenő vérnyomok akkor keletkeznek, amikor egy másik erő is hat a vérre. Ez lehet artériás nyomás, vagy egy fegyverről történő elhajítódás. Ezek alakja hosszúkás, és a fröccsenés irányát mutatják. A vércseppek alakjából, szélességéből és hosszúságából megállapítható, hogy hogyan kerültek az adott felületre. Így kikövetkeztethető az ütés szöge és iránya is ebből az ovális alakból. Vagyis ezek összegyűjtésével azt is megállapíthatjuk, milyen irányból érkeztek a vércseppek. Elég pontos információt ad arról, ami a bűncselekmény helyszínén történt, igaz? Igen, egyes esetekben sokat segít az események rekonstruálásában. Ebben az esetben a helyszínelők ütés hatására keletkezett apró vércseppeket találtak. Ehhez a mintázathoz egy nagy erejű ütés kell ahhoz, hogy ilyen apróra zúzza a cseppeket. Ha megnézzük ezt a mintázatot, sok információt kaphatunk arról, hogy milyen események vezettek a keletkezéséhez. Ez sokban hasonlít ahhoz, amit a lakásban találtunk. Ott ugyanilyen apró cseppek voltak.
És ez mit árul el nekünk? Az ilyen cseppek igen nagy sebességgel haladnak, mert nagyon aprók, és vízszintesen érkeznek a felületre, a gravitáció hatása nélkül. Tehát a fröccsenés mintázata arra utal, hogy egy erős ütés miatt ilyen apró a cseppek mérete. Ezen a falon ugyanabból az irányból érkező cseppeket láthatunk. Tehát ha ezt használjuk példának, láthatjuk, hogy ovális az alakja. Ez arra utal, hogy ferdén érkeztek a felületre. Ez a vonal a felső részen egy hullámban érkező fröccsenés része, és ha húzunk egy vonalat a farok irányában végig az ovális cseppen, akkor kikövetkeztethetjük, hogy milyen irányból jött a vér. Itt van egy rés, és ezek között is, aztán itt van a fröccsenés mintázata a falon. Ez ugyanolyan, mint amit a lakásban láttunk. A vér spriccelésének mintázata miatt csak még jobban aggódtam Carmen miatt. A helyszínen nagy erejű ütést alkalmazhattak, és valaki vérzett. Mivel Carmen eltűnt, erre is fel kellett készülnünk. Aznap este a nyomozók luminolt is használtak a lakásban levő vérnyomok felkutatására. A luminol elég egyértelmű fehér nyomokat mutatott a fürdő ajtajával szemben lévő falon, és a fürdőbe vezető ajtókereten is. Tehát valaki megpróbálta eltakarítani, de nem szánt rá elég időt. A zuhanyzóból ugyan lemosta a látható vért, de a többi apró nyomot nem vette észre. A luminol lábnyomnak látszó vérnyomokat is felfedett a nappali étkező szőnyegén. Kiderült, hogy valaki belelépett egy vértócsába és összejárta a szőnyeget. Kiderült, hogy valaki elég sokat járkált a lakásban, valószínűleg a felhígult vérrel a lábán. Ám arra számítottak, hogy a konyha padlóján az apró vércseppeken túl vértócsát találnak, de nem volt ott semmi. A parafa padló sima felszínén csak valami zsíros anyag maradványa volt, ami miatt nem működött a luminol. A padlón levő anyag elfette a vért, lehet, hogy ez szándékos volt. Akkor nem tudtam rájönni, hogy mi lehet az. Először azt hittük, valami gyúlékony anyag hagyhatta a zsíros nyomot, például kerozin. Több helyről is mintát vettünk, és odaadtuk a laborosoknak, hogy elemezzék. Az igazi helyszíneléseknél nincsenek varázsgépek, amik egy csapásra megmondják, mi micsoda. A kromatofágiás tömegspektrométer csak a több, mint 200 000 tárolt anyaggal kereshet egyezést, és itt nem talált. Carmen lakásában viszont kiderült még valami. A főbérlő azt mondta, amúgy a kukája is eltűnt. Amikor először megvizsgáltuk a helyszínt, nem vettük észre, mert odakint sorban álltak a kukák, mind ugyanazzal a házszámmal. Érdekesnek tűnt, hogy a kuka sincs a helyén. A szemetes láda mérete miatt logikus választás lehetett egy holttest elszállítására. Ezért nagyon fontos volt kideríteni, hogy hol lehet. Minden önkormányzati szeméttárolónak van egy sorozatszáma, amiből kiderül, hogy milyen címhez tartozik. Ha megtaláljuk, akkor a gyilkos nyomára vezetett volna, mert onnan vitték el. Ez is egy olyan információ, ami addig lesz a dossziéban, amíg találunk egy kukát, és megtaláljuk a helyét a történetben. De addig nem használható. A vizsgálatok szerint a Carmen lakásában talált vér DNS-e megegyezik a nő fogkeféjén talált DNS-sel. Ezzel az eltűnt személy utáni nyomozás drámai fordulatot vett. Az eltűnt személyek keresésekor lekövetjük az életüket, hogy kiderítsük, merre járnak, mit csinálnak, hol dolgoznak, kik a barátaik és a szomszédaik, hogy megismerjük az adott személyt. Megvizsgálták a bankszámlákat, hogy lássák, mikor használták utoljára Carmen bankkártyáját. A térfigyelő kamerák segítségével megtaláltuk a helyet, ahol Carmen utoljára járt.
Az lehetett az utolsó napja. A felvételen láttuk, hogy a fiával egy boltban vásárolt. Úgy tűnik, akkor látták őt utoljára. Elmondtam a családnak, hogy aggódom Carmen eltűnése miatt. És megkértük az édesanyját, hogy a tévében kérje az emberek segítségét. Nagyon szerettem volna, ha előkerül. Én csak szeretném megtalálni a lányomat. Nagyon aggódunk érte. A fia is visszavárja. Jó lenne minél előbb viszont látni. Az édesanyjának nagyon nehéz volt a kamerák elé állni. A család is nagyon aggódott. Tudták, hogy imádja a fiát. Erről most nem beszélhetek. Sajnálom. Jó napot, rendőrség. Jó napot, Brett Callahan vagyok. Carmen Thomas miatt hívom. Tegnap nem ment a fiáért az iskolába, és azóta sem láttuk. Egész héten hívtam, de nem értem el. Értem. Milyen kapcsolatban áll vele? Van egy közös gyerekünk. Értem, tehát maga volt a partnere, igaz? Igen, a volt partnere. Az eltűnt személyek esetében ki kell zárnunk azokat is, akik bejelentik az eltűnésüket. A történelem tele van olyan esetekkel, hogy a bejelentőről később kiderül, hogy ő a gyilkos. Ez a szakasz a 22-es csapdája az áldozat és a vizsgált személy között. Mivel Mr. Callahan a volt élettársa, utána is nyomoztunk. Ráadásul ő a legközelebbi hozzátartozó is, és egyedül ő felel Carmen gyermekéért is. Tehát jog szerint ő az áldozat, ezért kijelöltünk valakit, hogy tartsa vele a kapcsolatot, és folyamatosan tájékoztassa a nyomozásról. Új lenyomatokat kértem, és a gyerektől is DNS mintát vettünk, hogy kizárhassuk őket a helyszínen talált nyomok közül. Hozzáférést kértünk tőle a telefonhívásaihoz és a bankszámlája adataihoz. Lekérték Carmen telefonjának adatait is. A nyomozók furcsa anomáliákat találtak. Az első a telefonos tevékenységének változása volt. A legfontosabb érték a mennyiség, vagyis hogy hány hívást és üzenetváltást bonyolított le naponta. Egy hónappal az eltűnése előtt egy nagyjából állandó minta rajzolódott ki. Aztán ez a mennyiség hirtelen lecsökkent. Napi 50 kommunikáció helyett lett 5 vagy kevesebb. Ez úgy 2 hét alatt állandósult is. Ez a nagy mennyiségbeli változás már hetekkel azelőtt beállt, hogy bejelentették az eltűnését, és az üzenetekben is látványos változás történt. A nyelvezet változott meg. Ezek finom, de jelentős változások voltak. Minden kommunikáció egyedi. Az emberek SMS nyelvet használnak, csak betűket vagy pár szót írnak. Ő rövidítette a szavakat, nem írta ki őket. Például a kórház helyett csak kor volt az üzenetben. Érdekes volt, hogy ez megváltozott. Ebből tudtuk, hogy valami nincs rendben. Valaki más használja a telefonját. Ezek mind figyelmeztető jelek voltak, hogy valami nincs rendben, hogy nem eltűnt, hanem valószínűleg meghalt. Ha viszont meghalt, akkor ki használta a telefonját? És vajon ő lehet a gyilkos? A válasz a telefontornyok adataiban rejtőzhet. A telefontornyok adataiból kiderül a személy hozzávetőleges tartózkodási helye, de nem egy pontra mutat, nem olyan, mint a GPS koordináták. Ez nem exakt tudomány, de segít betájolni a személy tartózkodási helyét, vagy legalább azt a helyet, ahonnan telefonált, vagy üzenetet küldött. Az első anomália az volt, hogy a nő telefonja sosem jelzett Hamiltonból, ahol az üres kocsiját megtalálták. Tudtuk, hogy a kocsi a Hamiltonban volt, vagy ott járt. Akkor miért nem jelzett onnan a telefonja? Miért jön még mindig Oaklandből az összes adat? És ami még jobban foglalkoztatta őket, hogy Oaklandben pontosan hol lehet a telefon? Amikor összevetettük Carmen és Callahan telefonos adatait, feltűnt, hogy egymással kommunikálnak. SMS-eket váltanak egymással.
Ha viszont jobban megnéztük a tornyok adatait, úgy tűnt, hogy a nő telefonja ugyanott van, ahol a férfié. Egyszer a férfi az északi part felé utazott, és mi követtük a tornyok adatait. Kiderült, hogy Carmen telefonja és Brett telefonja felváltva jelzett ugyanonnan. A két telefon együtt utazott az autópályán. Voltak olyan üzenetek, amikben veszekedtek, de ha megnéztük a tornyok adatait, a telefonok ugyanarról a helyről jeleztek. Tehát látszólag úgy veszekedtek, hogy ugyanabban a szobában voltak mindketten. Brett Callahan vizsgált szeméből első számú gyanúsított lett. A nyomozók Carmen eltűnésének bejelentéséig követték Callahan tevékenységeit. A banki adataiból látszott, hogy merre járt. Megszereztük a térfigyelő kamerák felvételeit az eltűnése napjáról. Callahan lehajtott fejjel, összefont karokkal megy be egy boltba. Látszott, hogy valami nyomasztja, vagy nagyon nyomja a lelkét. Ez a munkaidő közepe, és hirtelen mellé szegődik egy kollégája. Ez nem stimmelt, gyanús volt az egész. Kiderítettük, hogy mit vettek. Tisztítószereket és nejlonzsákokat. Nem nézett ki jól. A munkatársát is vizsgálni kezdték, de ekkor már Callahan állt a figyelem középpontjában. Egy átlagos napon reggel felkelt, elvitte a fiát az iskolába, aztán úgy 9 körül beért a munkahelyére. A további nyomozás felfedte, hogy tett valamit, ami nem volt rá jellemző. Megfigyeltük, hogy egyik nap korán bement dolgozni. Amikor beszéltünk az ott dolgozó munkásokkal, azt mondták, ez nem van rá. Az éjszaka közepén, vagyis kora hajnalban bement az építkezésre. Olyan korán volt, hogy nagyon meglepte őket. Nem volt rajta a mellénye, nem értették, de hát ő a mérnök, azt csinál, amit akar. Aztán elmondták, hogy akkor öntötték az alapot, ami hatalmas volt. Amikor beleengedték az acéloszlopot az egyik gödörbe, az kiállt belőle. Ezek a cégek pontos mérésekkel dolgoznak. Szóltak Callahannek, hogy a gödör túl sekély, kiáll belőle az oszlop. Azt mondta nekik, vágják le. Ez furcsa volt, mert nem követte a protokollt. Úgy érezték, ez nincs rendben. És hogy lehet ott valami, aminek nem kéne ott lennie. Amikor Brad kiment az építkezésre, amikor a betont a gödrökbe öntötték, logikus döntésnek tűnt, hogy így szabadul meg a holttestől. A rendőrség lezárta az építkezést és kiásta az oszlopot. Az oszlopláb mellett van egy mély lyuk. Kivágtuk és kiástuk az egészet. Kiszedtük az összes betont, hát alatta megtaláljuk a holttestet. Az utolsó darabig kiszedtük, és végül nem találtunk semmi fontosat. Csalódottak voltunk, de meg kellett csinálni. Már majdnem feladták a reményt, amikor egy váratlan fordulat történt. Amikor már majdnem visszarendeztük a terepet, a munkavezető odajött hozzánk, hogy van egy furcsa szeméttároló a telepen. A lakókocsinál, ahol a szüneteket töltik. Borzalmas bűz terjenget. És ahogy egyikük felemelte a tetejét, iszonyatos szag csapott ki belőle. Zacskók voltak benne, de nem nézték meg, mi van bennük. Visszacsukták a tetejét, és arrébb tolták a kukát. Azzal a bűz is megszűnt. Lehet, hogy az Carmen Thomas elveszett kukája? Kiderült, hogy a sorozat számát lekaparták. Akkor döntöttem úgy, hogy be kell vinni a laborba. Az emberek kocsiba tették, és elvitték. Vajon tényleg ez az a kuka? A szakértők megtalálják a sorozat számát, és vajon elárulja Carmen gyilkosát? A rendőrség gyanította, hogy Carmen holttestét egy kukában vitték el a lakásáról. A szakértőknek ki kellett deríteniük, honnan származik a Callahan munkahelyén talált kuka. A legtöbb sorozatszámot egy bélyegzővel nyomják az olyan felületekre, mint a fém. Az autók motorháza, az alvásszám mind így kerül fel, műanyagra ritkábban.
De nem tudta, hogy a kukán is működik, igaz? Nem, a kutatások szerint eddig csak kis darabokra nyomtak számokat, és azokat úgy hozzák vissza, hogy lassan felmelegítik a műanyagot. Nekem nem volt elég nagy sütőm, hogy beférjen a kuka, ezért kicsit változtatnom kellett az eljáráson. Ryan feltáratlan területen járt. Volt egy kukája és egyetlen esélye. Előbb letisztította a területet. A csiszolás célja, hogy leszedjem a műanyag durvább részeit, hogy elég sima legyen ahhoz, hogy hű hatására meglazuljon, és az alatta lévő nyomat láthatóvá váljon. Ha túlságosan lecsiszolom, elveszítem a számokat. Alacsony hővel kezdte. Ez egy fotolámpa, ez a hőforrásunk. Ó, elég meleg, nem? Igen, felforrósodik. És az a gond, hogy a túl magas hő mindent tönkretesz. Csak óvatosan kezdtük felmelegíteni a felületet. Megpróbáltuk elérni, hogy a polimerbe nyomott számok visszanyerjék eredeti formájukat. És mivel egy réteget eltávolítottunk a csiszolással, az eredeti forma nyomata a felületben marad és kiemelkedik. Ha a megfelelő szögből nézzük, és jól esik a fény, akkor elvileg látni fogjuk a számokat. Na hát. Csak jól kell irányítani a fényt, és könnyen leolvasható. 1, 2, 3, 8, 6, 5. Nagyon jó. Teljesen jól olvasható. Amikor beválik, akkor igen. Minden szám tökéletesen látható volt. Ez biztos nagy öröm volt önnek. Igen, jó pillanat volt. Felhívtam Mark Benefieldet, hogy megmondjam az eredményt. A sorozatszámot összevetették az önkormányzat adataival. A kuka Callahan szomszédjáé volt, az ő nevén volt. Oda is mentünk, hogy megnézzük, kinek a kukáját használja most. Carmen kukáját Callahan második szomszédjánál találtuk meg. Adta magát a kérdés, hogy hogyan került a kukája ilyen közel a férfi lakásához, és miért nem maradt a helyén. Tehát több kuka is felbukkant Mr. Callahan lakása körül, és ez elég gyanús volt. Tudtuk, hogy a kuka kihez tartozik. Az egyetlen kukát, ami valóban Carmené volt, elküldték a laborba DNS és luminol vizsgálatra. Ahogy el tudják képzelni, a kuka vizsgálata elég nehéz volt. Ezért hosszában ketté vágtuk, hogy meg tudjuk vizsgálni. A luminol több helyen is pozitív eredményt mutatott, vagyis jó eséllyel vér volt benne. Az egyik mintából sikerült DNS-t kinyerni, amelyik Miss Thomasé volt. Ez még nem volt döntő bizonyíték, de alátámasztotta azt az elméletet, hogy a nő holttestét a nagy kukában vitték el a lakásáról. Akkor még mindig nem tudtuk, hogy hol lehet a holtteste. A legtöbb gyilkossági nyomozás egy holttesttel indul. Ritka az ilyen helyzet, ahol van egy eltűnt személy, majd nincs meg a holttest. De van egy gyanúsított, aki bizarr dolgokat művel. De még mindig nem tudjuk, hogy mit csinált az áldozattal, és hova rejtette el. A rendőrség a mobiltelefonja jelzései alapján követni kezdte Callahan mozgását. Járt szokatlan helyen? Valahol, ahol kidobhatta a holttestet? A Temze torkolatánál járt, de ott nincs térerő. Utána a torkolat Bombay oldalán bukkant fel, aztán visszament, és a másik oldalon jött ki. A fickó hétfőtől péntekig dolgozott. Volt egy terhes felesége, de ő mégis a Temze torkolatánál járt az éjszaka közepén, hosszú utakat vezetett végig. Úgy gondoltuk, hogy a nő ott lehet valahol. Ezért oda küldtünk egy helikoptert éjjel látó kamerával. Olyan dolgokat kerestünk, amiket kidobhatott. Tudni akartuk, hogy megállt-e valahol, vagy letérte az útról. A folyótorkolat átkutatása nem hozott eredményt. Ekkor a rendőrök rájöttek, hogy Callahan egy másik telefont is használt. Ennek is lekérték az adatait, hogy lássák, merre járt.
A második telefont vizsgálva láttam a címeket. Oakland, Huntley Hamilton. Ez óriási előrelépés volt. Ebből megtudtuk, hogy Callahan Hamiltonban járt, amikor a kocsit ott hagyták. Ahogy az egyik társa is. Ő ment érte, miután a kocsit leparkolt a Hamiltonban. Sikerült lenyomozni, hogy ők és a telefonjaik azon a környéken voltak. Elérkezett az idő, amikor elég bizonyítékunk volt, hogy letartóztassuk. 3 hónappal azután, hogy bejelentették Carmen Thomas eltűnését, Brett Callahant hivatalosan őrizetbe vették, ám a nyomozás még korán sem ért véget. Az volt a stratégiánk, hogy összegyűjtjük a megfelelő mennyiségű bizonyítékot, hogy felépítsük az ügyet. A rendőrség folytatta a bizonyítékok gyűjtését. A Carmen kocsijában talált papírlap reményeik szerint elvezethet ahhoz, aki utoljára látta. Callahan a szóhasználat miatt lett gyanús, és hasonló volt a kézírása is. Elég hasonló, hogy bizonyíték lehessen. Az elemzéshez is mintákat gyűjtöttek. A lakásán írás mintákat kerestünk, ezért összeszedtük, amit találtunk. A naplótól, az összefirkált cetlikig, mindent. A dokumentum elemzés tudományának megismeréséhez találkozom Gordon Sharffal. Gordon, hoztam néhány dokumentumot, amiket írtam. Hogyan zajlik a kézírás elemzése? Előbb a betűk méretét, a köztük lévő távolságot és az írás irányultságát vizsgáljuk meg, és megfigyeljük a betűk írás módját is. Itt van ez az E betű, ami olyan, mintha C lenne, a közepén egy kis vonallal. Más úgy írja, mint egy L-t. Aztán 22 vonalkát, vagy 4 külön vonalat. Vagy felfele indítja, és 2 vonalat húz mellé. Az út írhatjuk az óramutató járása szerint, vagy fordítva. Tehát az is látszik, milyen irányba haladt a toll. Igen, persze. A mikroszkópos vizsgálaton látszik a tinta vonala. Itt látszanak a tinta tulajdonságai, ami megmutatja, milyen irányba mozgott a toll. A mikroszkóp alatt megvizsgáljuk az én írásomat is. Itt látunk egy nagyobb tintacseppet. Itt váltott irányt a toll. Ez itt a gyufaszálnak hívott rész. Ez jelzi, hogy új betűt kezdett, mert a toll ott befejezte az előző vonalat, aztán ezzel folytatta, ezzel az új betűvel. Így erre már nem sok tinta maradt a golyón, és még újra forogni kezd, itt nem hagyott nyomot. Látjuk ezeket az apró fehér vonalakat. Ezeket bordáknak nevezzük. És az mi pontosan? Ezeket a golyó foglalatának hibája okozza. Ez letörli a tintát a golyóról forgás közben. A T-nél a bordák a vonalak aljára futnak, ami arra utal, hogy a T betűt balról jobbra írta le, nem jobbról balra. Ez rengeteg információ, nem de? Hosszú folyamat, még végignézzük az összes betűt, hogy lássuk, hogyan írják. Vannak olyan szavak, amik fontosabbak a többinél? Azok a szavak, amiket gyakran leírunk, olyanok lesznek, mint egy miniatűr aláírás. Mint az és, vagy hasonlók? Vagy az egy, igen. Vannak, akiknél ezek könnyen beazonosíthatók, még úgy is, hogy rövidek. Mert van egy mentális mintázatuk arra, hogy hogyan írják ezeket, és ezeken nem kell gondolkodni. Elkezdjük, és az agy motoros programja irányítja a kezünket. Az ilyeneket keressük a kézírás összehasonlításakor, mert ezek tudattalan szokások. És a kocsiban talált borítékról mit állapítottak meg? Ezt a táblázatot a bíróságnak készítettük, miután elvégeztük a vizsgálatot. Látja az A betű magas szárát, a K betű formáját, ezt a hurkot, amivel a következő betűhöz csatlakozik. Itt a betűk összekapcsolását figyelhetjük meg, az S és a T így kapcsolódik a többi betűhöz, a többi írás mintában is. És meg tudta állapítani, hogy ugyanaz a személy írta? Számos hasonlóságot találtunk a borítékon lévő írás és Brett Callahan kézírása között.
Ez erősen alátámasztotta azt, hogy ő tette a kocsiba a borítékot a pénzzel, hogy elhitesse velünk, hogy a nő Hamiltonba ment dolgozni. Az ügy már elérte a vádemelés szakaszát, de a nyomozóknak további bizonyítékok kellenek, és nem adták fel a reményt, hogy megtalálják Carmen holttestét. Brett Callahant letartóztatták Carmen meggyilkolásáért, de holttest hiányában az egész ügy csak közvetett bizonyítékokon állt. A nyomozók azt remélték, hogy a férfi kocsijának átvizsgálása további bizonyítékokkal szolgál. Azonnal feltűnt, hogy valami nincs rendjén a kocsijával. Egy darab padlószőnyeg volt formára vágva a csomagtartóba illesztve az eredeti kárpitozás helyére. Látszott, hogy néhány helyet ő festett le feketére, mert helyenként megfolyt a festék. A csomagtartóból nézve a hátsó ülés peremén vérfoltokat találtunk, ami beleázott a szivacsba. Az üléseket kiszedtük, és alattuk is vért találtunk, ami belefolyt az alvázba is. Tehát egy adott ponton elég vér volt a kocsiban, hogy végigfolyjon az ülések alatt az alvázon. Mintákat vettünk a vérből, és a DNS vizsgálatból kiderült, hogy az Miss Thomas vére. Szörnyű bűz volt a kocsiban, mert a vér beszívódott a szivacsba, és ott bomlásnak indult. Iszonyatos volt, sok vér lehetett abban a kukában. Ő úgy fette el a borzalmas szagot, hogy légfrissítőt használt. Ezt megtaláltuk az anyósülés alatt. Beszállt a kocsiba, fújt egy kis légfrissítőt, és úgy vitte a fiát az iskolába. Majd utána folytatta a napját. Kipróbáltuk, hogy egyedül be tudjuk-e tenni a kukát a kocsiba a csomagtartón keresztül, és csak előre kellett hajtani a hátsó üléseket, és onnantól nem volt nehéz. A másik dolog, amit Mr. Callahan kocsijában találtunk, a hátsó szélvédőn talált nyomok voltak. Kis foltok csak, de később kiderült, hogy ezek a kuka kerekeinek a nyomai. A kukát a kerekeivel felfelé tette a csomagtartóba. Rekonstruáltuk azt, ahogy betehette a kukát a csomagtartóba. És a mi kukán kerekei ugyanott értek az üveghez, ahol az övé. Az is látszott, hogy a kerekekkel felfelé berakott kuka teteje felnyílt, és a vér kifolyt a kocsiba. Callahan lakásának átkutatása nem hozott jelentős eredményt, de a számítógépét a rendőrség lefoglalta. Rákeresett a tökéletes gyilkosság kifejezésre 2009. július 28-án. Most van egy éve, hogy azt kutatta a neten, hogy lehet legjobban leütni és megölni valakit. A keresései azt bizonyították, hogy lehetett indítéka és előre kitervelte. Arra is rákeresett, hogyan lehet kitakarítani a vért a házból. A vérszóra 2500 találat jött ki. Arra is rákeresett, hogy hogyan takarítják ki a bűnügyi helyszíneket. És nyomozói technikákat keresett a nyomai elfedésére. Annak is utána nézett, hogy hogyan kell eltüntetni az emberi maradványokat. Azt is kereste, hogyan kell feldarabolni egy holttestet. Szóval elég alapos volt. A rendőrség a tanúktól megtudta, hogy Brad megpróbálta rávenni a barátját, hogy segítsen kidobni a feldarabolt maradványokat. Az egyik barátjának volt egy hajója. Felhívta és igazából bevallotta neki, hogy mit csinált. Elmondta neki, hogy a nő a csomagtartójában van. Akkorra már feldarabolt a Carmen holttestét. Betonba öntötte és műanyag hordókba tette. Brad úgy tervezte, hogy a hordókat a hajóról a tengerbe dobva szabadul meg tőle. Brad terve, hogy Carmen testét a tengerbe dobja, meghiúsult. A barátnak volt annyi józan esze, hogy azt mondja neki, hogy ő nem akar belekeveredni ebbe, és hogy nem segít neki. Ez a barát végül mentesült a vádemelés alól. Callahan viselkedése észrevehetően megváltozott.
Teljesen felemésztette, amit csinált. De szerintem nem is annyira a gyilkosság, mint a félelem, hogy elkapják. Ő megpróbálta eltusolni, hogy megússza, de ez nem sikerült neki. Kilenc nappal a letartóztatása után Callahan végre elmondta, hogy hol temette el Carmen maradványait. Sűrű, bozótos, elég meredek terep volt. Egy kicsit esett előtte, így nedves volt a föld. A helyszínelők szinte négy kézláb kutatták át a helyszínt. Két gödör volt, két sír közel egymás mellett. Az egyikben egy 40 literes tárolóedény volt, a másik kisebb. Abban volt a többi testrész. Vannak olyan ügyek, amiket sosem felejtünk el, ez is egy ilyen. Egyrészt, mert a helyszín nagyon szokatlan. Ez egy szent hely. Elhívtuk a véneket, és megható volt, amikor megáldották a helyet. Megkértük őket, és ők eljöttek. Kísérteties volt. Az erdő lombkoronája, a hangok, a beszűrődő fény, hátborzongató csend. Meg kellett állnom, hogy felfogjam, mit is hallok. Carmen maradványait tiszteletteljesen kiásták, és a patológus megvizsgálta. A beton és a nejlon nagyrészt kiszorította a levegőt a műanyaghordókból, de a holttest nagyon rossz állapotban volt. Így a boncolás nagyon megterhelő munka volt azoknak, akik ott voltak. Megállapították, hogy a halál oka tompa tárgyal okozott sérülés volt. A végzetes csapás ereje ketté törte a koponyát. Sajnos nem találtuk meg Carment élve, de már akkor halott volt, amikor elkezdtük a nyomozást, tehát erre nem volt esélyünk. Carmen Thomast 12 nappal azelőtt ölték meg, hogy Brett Callahan bejelentette az eltűnését. Ez alatt az idő alatt arra használta a nő telefonját, hogy azt a látszatot keltse, hogy még él. A kocsiját Hamiltonba vitte, és olyan üzeneteket helyezett el benne, amik másokra terelhették volna a gyanút. Majd három embert is bevont a megtévesztése bonyolult hálójába. De miért tette? A tárgyaláson Callahan azt állította, hogy Carmen áthívta magához, hogy megbeszéljék a gyerekük iskoláztatását. Ez pedig veszekedésbe torkollott. Azt állította, a nő azt mondta neki, hogy nem ő a gyerek apja, és elvesztette a fejét. Dühöngött, és felkapta a fia baseball ütőjét, és fejbe vágta bele a nőt. Nem is egyszer. Brett Callahan bűnösnek vallotta magát a gyilkosságban és a nyomozás akadályozására tett kísérletben. A legszigorúbb kiszabható büntetést kapta, és nem csak Carmen megölése miatt, hanem azért, amit elkövetett a nyomozás hátráltatása érdekében. Ez 13 év, 7 hónappal hosszabbította meg a feltételes szabadlábra helyezés lehetősége nélküli büntetést. Elégedettek voltunk az ítélettel. Mi csak annyit tehetünk, hogy igazságot szolgáltatunk az áldozatnak és a családnak. Köszönöm a csapatomnak és a rendőrségnek a kiváló munkát. A helyszínelők nagy szenvedéllyel végzik a munkájukat. És ha dolgozunk, mindent megteszünk, hogy a tudomány segítségével megválaszoljuk a kérdéseket. Jó anya volt. Nagyon szomorú ez a kisfiúnak, mert az anyját és az apját is elveszítette. És ez nagyon tragikus. Ez az ügy valóban tragikus, de az igazságügyi szakértők áldozatos munkájának hála az ilyen ügyek már nem maradnak megoldatlanok. És ez mindenki számára megnyugtató lehet.